Vásárosnaményi Tamcsányi kastély annak ellenére őrzi méltóságát és fenségességét, hogy mára köré épült a belváros. Így részben elvették azt a teret, amelyben igazán érvényesülni tudna a Sárga falu kastély. Parkjának hatalmas fái azért segítenek megidézni a 18. századi beregi életet, a kultúrát, a közéletet, amely jellemezte a települést és környékét. A kastélyt 1728-ban építette Lónyay László. Jelenlegi barokk formáját fia, ifjabb Lónyay László alakította ki, amikor az épületet két sarokszobával és árkádos tornáccal toldotta meg. A hátsó két sarokszobát a 18. század utolsó harmadában építették. Ekkor készült a gazdasági épületek egy része is, amelyek a 19. század végére körülhatárolták a kastélyudvart. A lónyaiak a honfoglalással egy időben kerültek a térségbe. Közülük sok jeles tudós, udvari főember, magas állami tisztségviselő, kiváló magyar hazafi került ki. Meghatározó szerepet játszottak, templomokat, iskolákat építettek. Több településen mintagazdaságot működtettek. Kastélyaikkal, udvarházaikkal Európát hozták el a beregbe. Belépve a kastélyba, elénk tárul a bereg népi és nemesi kultúrája, az a sok évszázados tudás, amely kiemelte és megtartotta az itt élőket évszázadokon át. Az épületben működő beregi múzeumot Csiszár Árpád gergelyugornyai református lelkész alapította 1963-ban. 1975-ig valóságos egyszemélyes gyűjteményként működött. Csiszár Árpád volt az egyetlen 4 órás tudományos dolgozója, igazgatója, egyetlen néprajzosa, régésze, történésze, fotósa, azaz mindenese a gyűjteménynek. Az egyik sarokszobában a múzeum alapító emlékét idézik meg, a híres tiszteletes úrét, aki évekig egyedül végezte a gyűjtőmunkát, amelynek eredménye lett ez a csodálatos múzeum. Számos érdekes, személyes irat, vers és levél rajzolja meg alakját. A Csiszár Árpád által megalapozott gyűjtemény tárgyi anyaga meghaladja a 70 ezer darabot. A folyton gyarapodó néprajzi tárgyaik több mint 13 ezer darabot számlálnak. Ebben külön egységet képez a több mint 3 ezer darabos textil gyűjtemény, a közel 700 darabos kerámia, és a több száz darabos háztartási és művészi vasöntvénygyűjtemény. A kastély egyik legnagyobb termében például a vászon elkészítésének fortéjait ismerhetjük meg azokon az eszközökön keresztül, amelyeket a helyiek használtak. Látható itt szövőszék, mángorlófa, orsók. Érdekesség, hogy a díszesen faragott mángorlófákat és guzsajokat szerelmi ajándékként is adták egymásnak a fiatalok. A terem dísze az 1816-ban készült kelengyeláda, amelyben minden benne volt, amire egy menyasszonynak szüksége lehetett. Izgalmas aspektusból az élet nagy csomópontjait a hímzett terítőkön bemutató tárlat is helyet kapott a kastélyban. A szemtakarótól a szemfedőig tárlat sorra veszi azt, hogy az újszülött gyermeket és édesanyjukat hogyan ápolták, segítették, gondozták a családtagok és a rokonok. Hogyan vitték díszes terítővel letakart komatában az ételeket 6 héten át a mamának, hogy könnyítsék a szülés utáni időszakot.
Talán nem véletlen, hogy egy alacsony ajtón kissé fejünket meghajtva léphetünk be abba a sarokszobába, amely az elmúlással, a temetéssel és az akkor megjelenő terítő mintákkal foglalkozik. Láthatunk itt gyászabroszt, gyászkendőt, tükör letakarására használt terítőket is. A múzeum park felőli nagytermében Csiszár Árpád öntött vas háztartási eszközeinek legszebb darabjait lehet megtekinteni. A 18. században kezdett az országban elterjedni a kályha, amely elsőként a főúri kastélyokban, majd később a polgári lakásokban is megjelent. Az 1960-as, 70-es évekre ugyan veszítettek jelentőségükből, de értékeire éppen ez a gyűjtés hívta fel újra a figyelmet. Múzeumban részletesen meg lehet ismerni a Beregi térség nemesi és falusi emberének életét, valamint azokat a patrónusokat, akik sokat tettek annak felvirágoztatásáért. A 19. század közepén a kastély Leányágon öröklődött. A híres Tomcsányi Vilmos Pál felesége Vladár Erzsébet volt, akinek nagyanyja Vladár Kristófné Lónyai Ilona volt. Tomcsányi Vilmos Pálról azt érdemes tudni, hogy 1920 és 1923 között külügyi államtitkár, majd igazságügyi miniszter volt. Sokat tett vásárosnömény és a Bereg felvilágoztatásáért. Az ő nevéhez fűződik az útépítési program megvalósítása, és ő kötötte meg 1923-ban a Kárpátalját megszálló csehekkel a háromnapos határátlépési egyességet, amely fontos kereskedelmi lehetőséget biztosította beregi lakosok számára. Tomcsányi Vilmos Pálné pedig sokat fáradozott a beregi házi ipar megteremtéséért. A Tomcsányi család az államosításig használta a kastélyt. Ezután a katonai kiegészítő parancsnokság volt benne, majd 1954-től 1986-ig középiskolai kollégium működött a kastélyban. Ezt követően 2005-ig az épület felújításra, funkcióra várt. A Tomcsányi család kései utóda dr. Tomcsányi Pál Széchenyi díjas akadémikus, aki még fiatalságát többnyire vásárosnaméban töltötte, és aki az 1980-as évek elejétől visszatérő vendége volt a városnak, nagyon sokat tett a kastély rendbehozataláért. A helyreállítására, valamint az idegenforgalmi célú hasznosítására az Európai Unió által meghirdetett pályázati lehetőség felhasználásával kerülhetett sor. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.